éppen egy hónappal ezelőtt megnyílt a gyerekorvosi rendelő, és szeretném megkérdezni az új gyerekorvos dr. Sövény Hanci Rolánt, hogy milyen tapasztalatokat szerzett ez alatt az egy hónap alatt. Igen, hát éppen most múlt el egy hónapja, hogy megkezdődött a gyermekorvosi rendelés, és azt meg kell mondanom, hogy én nagyon nagy örömmel jöttem haza. Ezután a 20-25 év után, amit távol töltöttem a falutól tulajdonképpen, bár teljesen nem szakadtunk el Röszkétől, mert viszonylagos gyakorisággal hazajártunk azért a családunkhoz, de hát eddig nem volt rá lehetőség, ugye, hogy ebbe a munkakörbe itt tudtam volna dolgozni, most adódott az első alkalom, és ezt nem mertem kihagyni, hogy úgy mondjam, mert nem biztos, hogy akkor lett volna még rá ismét lehetőség. Én egy nagyon jól felépített nagy praxist hagytam ott, ahonnan jöttem, tehát valójában nagyon jó munkahelyen volt, de vállaltam ennek az összes nehézségét, ami az újrakezdést illeti, mert hát, mint mondtam, ez volt a döntő, hogy nagyon szerettem volna itthon lenni, hazakerülni. Másrészt pedig ez egy nagyon vonzó alkalom, hogy egy teljesen új épületben egy új rendelő indul, új berendezéssel, felszereléssel, amit az önkormányzatnak köszönettel már a mi elképzeléseink szerint alakíthattunk. És én azt gondolom, hogy itt ugyan nem egy nagy létszámú gyermekkörről van szó, de éppen ezért ezt a viszonylag kisebb létszámú gyermekpraxist lehet nagyon színvonalasan és nagyon jól ellátni, majd ha az egész kialakul és kölcsönösen megismertük egymást. Most pedig szeretném, hogyha egy pár szóval ismertetnéd, hogy hogyan működik a házi gyermekorvosi rendelés itt a községben. Igen. Hát a község életében nagyon nagy változás, gondolom, ez a gyermekorvosi szolgálatnak a beindulása, ami alapvetően átrendezi itt a gyermekek ellátását. Kicsit visszakanyarodnék oda, hogy az 1992-es kormányrendelet, amely az alapellátásban elindította a reform folyamatot, úgy rendelkezett, hogy ahol házi gyermekorvosi szolgálat működik, ott a 14 év alatti gyermekeket a gyermekorvos látja el. 14 és 18 éves kor között választhatnak a gyermekek, illetve a szülők, és 18 év fölött pedig egyértelműen a felnőtt házi orvosok látják el. Ennek a rendeletnek az értelme az, hogy a gyermekorvosi szolgálatot általánosságban értendő kívánják hosszú távon fönntartani, mert ennek az utóbbi évtizedekben kialakult rendszernek nagyon sok olyan jelentős eredménye van, amit a továbbiakban is szeretnének fönntartani. Az ország lakosságának 70%-át ma gyermekorvosok, gyermeklakosságának a 70%-át gyermekorvosok látják el. Ennek eredményeként mondhatjuk azt, hogy a néhány évtizeden még nagyon magas csecsemőhalálozási arány jelentős mértékben lecsökkent. A zsúfolt kórházi osztályok, gyermekosztályok szinte kiürültek. Az oltási fegyelem az világszínvonalú nálunk, tehát a gyermeklakosságnak a teljes része tulajdonképpen beoltott. A szűrővizsgálatok nagyon széles körben zajlanak, a krónikus beteggondozás is nagyon magas színvonalú, tehát ennek a rendszernek ilyen kétségtelen előnyei mellett kívánták ezzel a rendelettel a hosszú távú fönnmaradását biztosítani. És ezért van az, hogy ez a törvény nem teszi lehetővé a két rendszer közötti átjárhatóságot. Tehát ahogy a felnőtt háziorvosok nem látnak el gyermekeket, úgy a gyermekorvosok sem látnak el felnőtteket. Holott volna erre tulajdonképpen lehetőség, hogyha a gyermekorvos is elindul ennek a képzési folyamatában, mint ahogy én is készülök a felnőtt háziorvosi szakvizsgára, de főképp azért, mert az ügyeleti rendszerbe részt kell, hogy vegyünk, a közös ügyeleti rendszerbe, és ez tanulás és felkészülés nélkül nem megy. De hogyha ezt a szakképesítést is a jelenlegi licencvizsgám mellé megtettem, és a rendszer, vagyis hát a szabályzók változni fognak, akkor ez a rendszer, ez a dolog másként is alakulhat.
Addig viszont ennek a betartására törekszünk. Ez azt jelenti, hogy most november 30-ával a felnőtt háziorvosok a náluk lévő gyerekeket kijelentik a biztosító pénztártól, ez viszont nem jelenti azt, hogy automatikusan átkerülnek hozzánk. Mert igaz ugyan, hogy a törvény így szól, de azért én szeretném, hogyha ezt nem úgy élné meg a lakosság, hogy itt valamiféle kényszerítő tényező van. Tehát igaz, hogy választani itt, mint gyermekorvos csak engem lehet, mivel egyedül vagyok, de én szeretném, hogyha olyan ellátást tudnánk itt biztosítani, ami arra ösztönözné a szülőket és a gyerekeket, hogy önként válasszanak minket. És ez oly módon juthat kifejezésre, egész egyszerű módon, hogy átadják itt nekünk a tajszámukat, vagy egyszerűen szólnak, hogy szeretnének ide tartozni. És akkor mi a törzslap átkérését már a kollégákkal egymás között intézzük, tehát nem kell senkinek semmiféle kártyáját elkérni. Azok a szülők, akik vidéken máshol vannak bejelentve, úgy szintén jöhetnek ide hozzánk bármikor. Egyelőre ambuláns ellátás keretében bárkit nagyon szívesen ellátunk, és ha később úgy gondolják, hogy szeretnék ők is ide tartozni, akkor szólnak, és hasonló módon rendezzük a dolgot. Mondtam, hogy most már lehetőség van arra, hogy az újszülött csecsemőkhöz kérjék a szülők, hogy meglátogass őket már az első héten. Ennek nagyon örülünk, és a gyerekorvosi ellátás miben jut többet, mint amit eddig kaptak itt a rösszük. A gyermekorvos munkájának nagyon fontos része az, hogy a kórházból hazaérkező újszülött kisbabát aznap, vagy lehetőleg már másnap meglátogatja, és utána rendszeresen, eleinte sűrűbben, később pedig szükség szerint ritkítva a látogatásokat, az otthoni körülményeit, a fülődését is figyelemmel kísérje. Tehát ezt nem is kell külön kérni, hanem ez a gyermekorvos munkájának a szerves része. Ez a megelőzéshöz tartozik, tehát a betegség megelőzésnek egy nagyon fontos módja, hogy az otthoni körülményeit is ismerjük a családnak, és hát ilyen módon is tudjunk mindenféle dologról, ami a gyerekkel kapcsolatos. Aztán nagyon fontos része a munkának a szűrővizsgálatok, az óvodai, az iskolai szűréseknek az elvégzése, a védőoltások, a tanácsadás. És nem csak itt, ami a rendelőben zajlik, hanem a rendelő ajtaján kívül is majd szeretnék bekapcsolódni a falu kulturális életébe, azután olyan dologba, ami egyáltalán az emberek egymás közötti viszonyával kapcsolatos. Az iskolának az életébe, amennyire csak lehet, és ők ezt igénylik. Időpontokban jöhetnek a gyerekekkel a szülők, és milyen módon tudnak elérni? Elési időt úgy alakítottuk, hogy a napnak minden szakában elérhetőek legyünk. Reggel 7:30-kor kezdünk már, azért, hogy iskola és óvoda előtt, ha valakinek gondja van, problémája, akkor be tudjon jönni hozzánk. Aztán arra is gondolva, hogy esetleg aki munkába igyekszik és siet, az korábban el tudja intézni az ilyen jellegű problémáját. Lehet, hogy a nyári időszakban még korábbra tesszük a rendelés kezdetét. Ez mind attól függ, hogy hogyan igénylik a betegeink. Tehát erről is lehet szó. Így módon most 10:30-ig tart a délelőtti rendelés, délután pedig 4:30-től 5:30-ig van ismét rendelés, ami arra szolgál, hogy a napközbeni problémák esetén, illetve ha óvodából jön haza valaki, és ott volt vele gond, akkor azt rögtön meg tudja mutatni. Tehát ez a délutáni rendelésnek az ideje. A csecsemők számára a tanácsadás az csütörtökön 11 és 12 óra között van, ahogy ezt már korábban is megszokhatták. Az ügyeleti rendbe úgy kapcsolódom be, hogy minden harmadik hét az ügyeletből az az enyém, tehát ez a forgórendszer most így tovább bővült. A délutáni rendelést ilyenkor tovább tartjuk, mert a felnőtt lakosok megszokták azt, hogy ők 5 és 6 óra tájban vagy között jöhetnek ilyenkor a délutáni rendelésre. Én is itt vagyok ez idő alatt végig, úgyhogy nem muszáj a 4:30-től 5:30-ig tartó időszakot nekik betartani.
Az elérhetőséghez még az is hozzátartozik, hogy a kaputelefont tudják, hogy lehet használni a lakás bejáratánál, az oda-vissza működik most már. A lakástelefon mellett üzenetrögzítő van bekapcsolva állandóan, és ez a fontos információkat mindig közli. Tehát például azt, hogyha távol vagyok, akár csak egy napra is, vagy ha szabadságon vagyok, kihelyettesít, állandóan közli a rádiótelefonomnak a számát, ezen sürgős esetben mindig elérhető vagyok, úgyhogy azt kérném, hogy ezt merjék is használni. Ha valamilyen technikai ok miatt esetleg éppen szétkapcsol beszélgetés közben, akkor újra kell hívni. Egyébként szinte mindig nálam van, és tényleg nagyon igyekszem, törekszem arra, hogy működőképes állapotban tartsam. És a két telefonszámot? A két telefonszámot is elmondanám, különösen a lakástelefonra fölhívnám a figyelmet, ami a rendelő telefonszámmal azonos, és nagyon hasonlít egy másik telefonszámhoz, ahol elég gyakran szoktak minket keresni, és ezzel a családot zavarják esetleg. Tehát 273-018-as a lakás és rendelő telefon, a mobiltelefon pedig a 20-as, tehát 0620-422-686-os. Úgyhogy rendelési időn kívül ezen a számon állandóan elérhető vagyok. És arra lehetőség van, hogyha olyan súlyos állapotban van egy beteg kisgyerek, hogy nehéz vagy körülményes szállítani, hogy kihívjanak a lakásra? Igen, természetes módon ezt külön is szerettem volna hangsúlyozni, hogy az ügyeleti rendszertől függetlenül, ha nem vagyok ügyeletben, akkor is nyugodtan keressenek éjjel-nappal, hiszen mindig indokolt esetben keresnek, és azért vagyok itt, hogy a teljes itt létem alatt ellássam a betegeket, és ugyanez vonatkozik a kihívásra is, tehát hogyha gond a bejövetel, például messziről, tanyáról, magas lázas a gyermek, vagy hány hasmenése van, és így tovább, hogy nehezen mozgatható, akkor természetes módon hívnak valamelyik telefonon, és akkor időpont. Ami az a tényleg, és annyira vártalanattól, hogy az hát végső soron tudod, állapotát, tisztába jönni azzal, hogy milyen problémák, gondok vannak. Hát erre a legjobb módszer a szűrővizsgálatoknak az elvégzése, az osztályszűrések, az óvodában a csoportoknak a vizsgálata, ez már most ettől a hónaptól kezdve beindult, aztán a csecsemő tanácsadásokon is sok csecsemővel találkozunk, és hát a látogatások körét is egyre inkább bővítjük. Ha ezzel elkészültünk, akkor erre építve már látjuk azt, hogy milyen egyéb ellátási formákra van esetleg szükség. Az alapellátásban ma egyre inkább előtérbe kerül az a gondolat, hogy ez egy csapatmunka kell, hogy legyen, amely csapatba, ugye, idézőjelben beletartozik az orvoson és a közvetlen munkatársaink kívül mindaz azon szakembereknek a köre, akik a betegek egészségéért dolgoznak. Gondolok itt a logopédusra például, a gyógytornászra, a pszichológusra, és olyan szakorvosokra, akiket esetleg ide lehetne hozni, elsősorban szűrővizsgálat jelleggel, nem túl nagy eszközigényes szakvizsgálatokra gondolok, itt szemészre, fülorgégészre, esetleg ideggyógyászra. Tehát a tervünk az, hogy ebbe a körbe ilyen szakembereket is bevonjunk, és itt helyileg esetleg ilyen szakvizsgálatokat legalább részben le tudjunk később bonyolítani. A logopédus és a gyógytornász a legközelebbi tervem, őket akár itt a rendelőben is lehetne működtetni, foglalkoztatni. Erre nézve tehát most az igények fölmérésénél tartunk, és a lehetőségek kialakításánál, ami talán a közeljövőben már sikerülni fog. Köszönjük szépen a tájékoztatót, és nagyon sok sikert kívánok a további munkához. Én köszönöm a lehetőségét annak, hogy mindezt elmondhattam, és a munkánkat egy kicsit közelebbről bemutathattam, és nagyon köszönöm a röszkeiek kedvességét, amivel fogadtak, a régi és az új ismerősöknek egyaránt, és köszönöm a gyerekeknek külön a sok rajzot és az apróságokat, amiket eddig tőlük kaptam. És kérném egy kicsit még a türelmüket,
mindaddig, amíg jobban meg nem ismerem őket. Hát a gyógyítás az nem egy egyszerű dolog, mindig két oldalon múlik, tehát abban, hogy ez jól sikerüljön, biztos, hogy egy hosszabb időnek kell eltennie, ami alatt kölcsönösen megismerjük egymást, és rátalálhatunk azokra a módokra, amikkel a legtöbbet és a legjobban tudunk segíteni. És akkor odaadtuk a kisebbeknek, meg a még kisebbeknek.